Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, még a mai esté még egy nagy jubileumról szeretnék megemlékezni, méghozzá híres érsekünkről, Tomori Párról, akinek február 4-én van kinevezése 500. évfordulója, azaz 1523. február 4-én nevezték ki kalocsai érsekké. Nem hagyhatjuk ki ezt a nagy jubileumot. A középkor három nagy érseke közé tartozik ő. Első volt a Szent Asztrik, akiről minden évben most már megemlékezünk. Másik volt Csák Ugrin, aki a Mui csatában veszítette életét. Most az aranybulla kapcsán szót ejtettem róla, hiányoltam abból a filmből, amit itt bemutattak a Duna TV-be. Én utána néztem pontosan, a Csák Ugrinnal második Endre kifejezetten jó barátságban volt, elkísérte még a Szentföldi útjára is, és egy kiváló udvari kancellárja volt, úgy lett ugye, kalocsai érsek, nagy szociális érzékkel, mind a mai napig Bácsban őrzi a tábla, hogy ispotályt, azaz kórházat létesített, és 1241 tavaszán a Mui csatában veszítette életét. És hát itt van Tomori Pál, aki hát a középkor utolsó és legnagyobb az össz-magyar püspökök között a legnagyobb főpap volt erkölcsi és szellemi vonatkozásban, akinek a haláláról mindig megemlékezünk az utóbbi időben, hiszen augusztus 29-e a Mohácsi csata évforduló, és napra, órára pontosan tudjuk, hogy mikor halt meg Tomori Pál, de az előtte való életét úgy gondolom még a kalocsaiaknak sem árt elmondani, hiszen kevéssé ismerjük, bár elég jó dokumentált az élete, mert sok adat van rá, korabeli történetírók is, így az Istvánfi és a többiek is sokat írtak róla. Tomori Pál úgy 1470-75 körül születhetett, akkoriban az kevéssé volt ismert egy embernél, hogy mikor született a halálát, azonban pontosan tudhatjuk. Ilyen kisnemesi családban, a Abaúj-Torna megyében, Tomor község vagy városkába született, onnét is kapta ezt a nevet. Voltak ilyen országbíró, meg különböző állami beosztásban lévő ősei is, így neki is a testvére is, apja is már ilyen komolyabb államigazgatási beosztást végzett, illetve munkát adtak neki. Ő azonban katonai pályára vágyódott, ezt tudjuk róla fiatalon. Akkoriban ez bevett dolog volt, hogy valaki katonáskodni akar, és nem úgy volt, mint manapság, hogy besorozzák, és van egy reguláris hadsereg, mert hát Mátyásnak ugyan volt a fekete serege, de hát az már toborzott olyan, hogy zsoldosok voltak, hanem el kellett valakihez menni, és ott katonáskodni kellett. Hát ő Bornemisza Jánosnak egy kincstárnagy volt, az udvarában volt ilyen aprótféle. Bornemisza Jánosról nem voltak jó vélemények kortársai, hogy fukar, mogorva, ilyen-olyan ember, de érdekes módon, hogy ők jól kijöttek egymással, és tisztelték, szerették egymást, és ott iskolába is járatták őt. Úgyhogy abban az időben nem volt szokás, hogy egy katonai pályán lévő ember tudjon írni, olvasni, ő pedig tudott írni, olvasni, megvannak azok az írások, amit latin nyelven írt, hát nem Cicero nyelvén írta, de szép írással,
és értette a köznyelv latinját, így fogalmazott még végrendeletet is, meg leveleket így küldött el. Tehát kifejezetten egy literátus ember volt, aki ráadásul a gazdasággal is tisztába jött, mert rábízták az erdélyi sóbányáknak hát a intézőségét, abban az időben pedig hát az olyan érték volt majdnem, mint az atomerőmű abban az időben a sóbánya, hiszen sószállító kocsik járták az országot, a konzerváláshoz roppant fontos volt. Egyébként a nyelvészek azt mondják, hogy a sóvárog az innét van, hogy várták, hogy jön a só annak idején kocsikkal, és hát az egy nagy esemény volt. Tehát most ennek a sóbányáknak lett a nagy intézője abban az időben, és ezt a munkát eredményesen végezte, márpedig ő neki adót is kellett behajtani, azt pedig senki és semmikor nem szerettek fizetni az emberek, és rá tudta venni a szászokat, azt is följegyezték, hogy kellemes modorú ember volt, hogy annélkül, hogy ilyen erőt vetett volna be, szépen meg tudott egyezni a szászokkal, hogy ezt befizettek ezt a járandóságot, és a többi a ti hasznotok. A szászokkal is nagyon jól kijött, és el tudott intézni a helyi csetyapatékat. Érdekes módon, hogy a székelyekkel volt nekik baja, mert a székelyek nem fizettek adót, mondván azt, hogy ők katonáskodnak. És hát eléggé ilyen rebellis emberek voltak abban az időben, úgyhogy voltak csatározásai a székelyekkel, meg a szászok és székelyek közötti ütközeteket is sokszor neki kellett megvívni, mert hát nem fizettek, de ugyanakkor katonáskodni se akartak. És közben ő megkapta a fogarasi várkapitányságot 1505-ben, az ott nagyon lent van a történeti Magyarországnak, ott a Csücskében van fogaras, ott lett várkapitány, és ott a rabló bandákat kellett neki megregulázni, a közrendet helyreállítani, hiszen jöttek a kisebb-nagyobb ilyen portyázó rabló bandák, és ezeket is szépen le tudta szerelni. Aztán ugye a városok között akkoriban, gondoljunk a Fekete Város regényre is, hogy akkoriban nagy harcok voltak a városok között, így a eperjesiek meg a brassóiak között, és békét tudott teremteni. Nagyon jó diplomáciai érzéke volt, ezt a királyi udvarban is fölfedezték, hogy ezt az embert el lehet küldeni diplomáciai szolgálatba is, mert kellemes modora van, jó föllépése van, és hát tud tárgyalni. Még a török szultánhoz is elküldték 1512-be, a Szelim szultánhoz, akivel egy időleges békét tudott elérni, és vitte Ulászlónak, második Ulászlónak a hírt, hogy most a török egy-két évig nem fog támadni. Tehát ilyen béket teremtő tudott lenni abban az időben, és még a szultánt is rá tudta venni egy rövidebb tűzszünetre. De nem sokkal később kitört a Dózsa-féle parasztháború. Meg kell mondanunk, hogy az a háború, az a parasztábor, ami hát a középkor legnagyobb parasztlázadása volt, az nem olyan volt, mint ahogy a szocializmus beállította. Tehát a szocializmus csinált belőle egy majdnem a 1956-os forradalomhoz hasonlót, ahogy mi gondolunk a forradalomra. Úgy gondoltak abba az időbe, a Dózsa-féle parasztáborúra pedig nem az volt. Hát mi volt? Meghirdette 10. Leó pápa a keresztes hadjáratot a török ellen. És hát Bakócz Tamás, aki nem tudta elnyerni a pápaságot, hát megkapta ezt a feladatot, hogy szervezze meg a kereszteseket. Egyébként ezekből lettek a kurucok, ugye a krux, a kereszt. Föltették a keresztet, és ebből lettek a kurucok később. Csak már mi más dolgot társítunk hozzá. Na most, ezek elindultak, Dózsa Györgyöt, egy ilyen erdélyi korábban harcos embert, köznemest választották ki a hadak fővezérévé.
Dózsa Györgyöt egyébként a románok is magukénak tartják, ugyanúgy, mint Hunyadi Jánost. Tehát van egyfajta tisztelete Dózsának a románok között is. És hát elindult ez a sereg, viszont hát egyre inkább fegyelmezetlenné vált. Tehát nem volt, nem igaz az, hogy szociális dolgok miatt lázadtak volna, hanem azért, mert őket összeverbúválták, és azt látták, hogy a nemesség, aki mindig arra hivatkozott, hogy ő azért nem fizet adót, mert ő neki feladata megvédeni az országot, meg harcba szállni, és ők ezzel a vérükkel adóznak. De a nemesek meg nem mentek, általában nem mentek, és hát ez kiváltott egy elégedetlenséget. És ebben az időben már elkezdtek fosztogatni. Hát a Bakósz lefújta, de hát akkor már késő volt, mert a palacból kiengedték a szellemet, és hát ezek elindultak is, ami érdekes, hogy élükre álltak sokszor a ferencesek. A ferencesek olyasmik lehettek akkoriban, mint a felszabadítás teológiájának itt Dél-Amerikában a papjai, hogy volt bennük egy igazságérzet, és akkor a társadalmi dolgok megoldását sokszor még fegyveres úton is próbálták elérni. Hát a felszabadítás teológiájában lett olyan pap, aki elment fegyveres gerillának, a Camilo Torres. Hát ők is így voltak, hogy odaálltak, és egy bizonyos Lőrinc pap is, az a rendből ismert fráter vagy pap, az ment el ezzel a sereggel, amelyik hát elment arra lefelé, délfelé, Temesvár és Csanád irányába. De akkor már kegyetlenül pusztítottak és fosztogattak, romboltak. Ekkor ugye hát a nemesség próbálta magát összeszedni, többek közt Szapolyai János is. És a Szapolyai János kérte egy Tomarit, hogy segítsen neki, és hát le is verték a Dózsaféle parasztháborút, mert mit is csináltak azok? Például akkor szűnt meg Csanádnak a vára és városa, mert főgyújtották. A Szeged-Csanádi Egyházmegyének az első székhelye volt. Oda vitték el Szent Gellértet, oda temették el, annak is az erekjeit szétdobálták meg, amit ott találtak. Csak úgy mellesleg a Csáki Miklós szegedi választott püspököt karóba húzták, meg többeket. Tehát ők azért olyanok voltak, hogy vademberek, és nem csodálkozhatunk azon, hogy a büntetés szintén kemény volt, bár itt is túlzások vannak, mert annak nincs bizonyítéka, hogy Dózsát tüzes trónra ültették volna. Ez a Petőfi verséből való, a nép nevébe tüzes trónra ültettétek, ez nem igaz. Valami tüzes koronát tehettek rá, hogyha király akarsz lenni, hát akkor legyél. És egy párat kivégeztek közülük, de a többi jobbágyot hazaengedték, hát miért engedték haza? Hát kellett valakinek dolgozni. És a nemesek nem is engedték utána, hogy büntessék őket. Tehát mondjuk itt egy borzasztó eltúzás volt, hogy micsoda statárium volt utána, nem volt. A vezéreket kivégezték, a jobbágyokat szépen hazaküdték, és hát mehettek dolgozni. És hát ezt is többek közt leverte, benne volt a leveretésükbe Tomori Pál, ami később aztán lelkiismeret furdalást okozhatott neki, amikor bement a ferences rendbe. És akkor még ilyen haditettére is visszaemlékszik a történetírás, hogy 1519-ben a Rákos mezején volt egy országgyűlés. A köznemesek meg a főurak hát nagyon-nagyon összevesztek, úgyhogy ott is fegyveres erővel kellett rendet tenni, hogy kit válasszanak meg. A Bátori István is indult, meg a Szapolyai János is nádornak. Hát a Szapolyai János az elveszítette a választást, de a Bátori István az megnyerte, aki aztán hát ugye később elég dicstelen szerepet játszott a Mohácsi csata után, ott fosztogatta a kolostorokat, amikor menekülőben volt. Tehát az a Bátori István lett akkor a nádor, aki hát még a Mohácsi csatát is megérte. Ő ekkor
Tomari Pál, hát ott volt, mint egy rendfenntartó, és hát ekkora már egyre nagyobb híre volt neki, mert ismerték, hogy komoly hadvezéri képességekkel, persze nem nagy hadseregeknek, kisebb hadseregeknek, egy várőrségnek, meg hasonló nagyságrendű seregeknek kiváló vezére, és hát ezen a pályán úgy szépen meg is gazdagodott, de becsületes úton, mert mindig megjutalmazták érte. És azt is följegyezték, hogy neki volt két ilyen kísérlete, hogy megházasodjék egy ilyen putnoki lány, menyasszonya volt, aki valami szerencsétlenség következtében hát meghalta az esküve előtt. Utána egy özvegyasszony próbált elvenni, de az is meghalt, és ekkor Báthory úgy gondolta, hogy hát ez az Isten úja, hogy nem akarja azt, hogy ő megházasodjék, meg nem akarja, hogy tovább katonáskodjon, hát őneki meg kell térnie. És hát elhatározta azt, hogy belép a ferences rendbe. Ferences rend akkoriban nagyon elterjedt volt Európába, és a ferences rend még a Szentföldön is ott lehetett abban az időben, és hát a keresztény híveknek a lelki gondozását végezte. És ez a megtérés, ez délvidéken volt. Mielőtt még belépett volna a szerzetbe, készített egy végrendeletet. Megvan a végrendelet, hogy kire mit hagy rokonaira, unokaöcseire, még a vagyontárgyairól is, hogy szőnyegek, meg ilyen más tárgyakat kire hagy, és a pénzt, amit hagyott, azt is pontosan megcímezve, hogy milyen célra használja. Tehát magának nem tartott meg semmit, és lent Ilakon, az most Újlak az a neve, ott lépett be a kolostorba. Ott is volt a ferenceseknek egy kisebb kolostora, és ott lenyíratta a haját ilyen ferences módra, tehát ő akkor már rögtön ott novicius lett, és ott volt eltemetve Kapisztrán Szent János. Sokáig ott volt a sírja, csak a török elől elmentették, azt oda föl Kárpátaljára vitték, de valahogy onnét is eltűnt Kapisztránnak a erekéje. Ottan imádkozott, és hát elhatározta, hogy most már ugyanúgy, mint annak idején Szent Márton, mondta, hogy eddig a világ katonája voltam, most Krisztus katonája leszek. És azt is tudjuk, hogy nem is egyedül ment, csak azok nincsenek följegyezve. Tehát volt két-három embere neki, akik elhatározták azt, hogy ők is belépnek a ferences rendbe. Ott kezdte a noviciátus, és utána fölküldték Esztergomba, mert ott volt a stúdiuma, a teológiai főiskolája a ferenceseknek. Ez 1520-ban volt. Kikértem a ferences rendtörténetet, hogy mit jegyeztek föl róla, mert van róla írás, hogy ott miként volt ott a ferencesek között, és hogyan élt. Hát először is nagyon csodálkoztak, hogy az a Tomori Pál, aki előzőleg az ő rendtársukat, Lőrinc papot is kivégeztette, most itt megjelenik nálunk, és belép a mi teológiai főiskolánkra. Olyan 30-40-en voltak akkor azon a teológiai főiskolán. Tehát az, akkor nem voltak még így olyan szemináriumok, mint később lettek, az a Tridentinumnak lett a következménye, de mindenképpen volt a szerzetességnek iskolája. És hát oda bement, és miután nem kellett írni, olvasni, tanítani, ott kezdte el a tanulmányokat. Azt is följegyezték róla, hogy nem nagyon szerették. De miért nem szerették? Mert sokkal szigorúbb volt, mint a többi önmagához,
mint a többi ferences. Tehát ő azt mondta, ha ő megtér, akkor ő mindent olyan komoly puritánsággal és olyan aszkézissel akar végezni, mint ahogy annak idején Szent Ferenc tette. Tehát erre gondolnak a ferencesek, hogy ez lehetett az oka annak, hogy volt egyfajta idegenkedés vele szemben. Hát lehetne azt mondani, hogy a neofitáknak, az újonnan megtérőknek a buzgósága volt benne. És mi azt is tudják, hogy mikor öltötte magára a ferences habitust, 1522. december 8-án szeplőtelen fogantatásnak az ünnepén. Akkor vette magára, amit aztán később érsekként sem vetett le magáról, mert ő megmaradt ferencesnek. Annak ellenére, hogy fölmentették őt, és kalocsai érsekké nevezték ki. Hát közben a világban zajlottak az események, ami nagyon fenyegető volt Magyarországra nézve. Megtudták azt hát akkor is voltak kémek, hogy új szultán van a török birodalomnak az élén, egy nagyon ambíciózus fiatal ember második Szulajmán személyében, aki elhatározta azt, hogy hát meghódítja egész Közép-Európát, sőt még olyan terve is volt, hogy még a Szentpéter bazilikába is bemegy a lovával, tehát a keresztény világot meg fogja hódítani. És hát nagyon félelmetes dolog történt, hogy 1521-ben, augusztus 29-én, ugye az is egy ilyen nyárvégi nap volt, elfoglalta Nándorfehérvárt. Azt a várat, amit 1456-ban nagy hősiességgel sikerült megvédeni. És hát ekkor ugye összejött az országgyűlés, és nagy kétségbeesés volt, próbálják keresni a vezéreket. A kincstáros akkor az a törvény író jogász Verzbőci István volt, aki a tripartitumot is írta, és őt kérdezték, hogy mi a helyzet, és azt mondta, hát teljesen üres a kincstár. Még a király is, akkor már második Lajos lett, a király fiatal emberként olyan gondokkal küzdött, hogy a zebéd kiállítás is gondot jelentett az udvar számára, mert olyan szegénység volt. Tehát nincs pénz, mint ahogy sokszor halljuk, hogy nincs pénz. És hát mit kellene csinálni? Hát valamit kellene szervezni, hadakat írogattak római pápának is, mindenkinek. Egyébként a pápa nagy figyelemmel nézte az itteni eseményeket, egymás után küldte a velencei, ferrarai követeket, akik azért nagyon lesújtó véleménnyel voltak az akkori Magyarországról. Hát volt egy olyan követe a pápának, aki nem volt papi ember, Burgio. Ő szicíliai származású nemes ember volt, és a sokszor itt megfordult. És hát ilyeneket ír, hogy nincs olyan ember az országgyűlésben, aki 3 forintot adna, hogy megmentsék hazát. Természetesen az a 3 forint nem a mi 3 forintunk. Tehát az, én nem tudom numizmatikailag mit jelent, de tudom képzelni, hogy nincsen 300 000 forintja senkinek arra, hogy megmentsék a hazát. És hát mit kéne tenni? És akkor egyre másra az országgyűlésben mondták, hogy de hát itt van ez a Tomori Pál, hát ez olyan hős ember volt, és följegyezték ezek a külföldi követek is, hogy katonai mesterségben kiváló férfiú, de ugyanakkor még nagyon becsületes is, és keresztény ember. Hát ezt kéne elküldeni. És hát elmennek hozzá a kolostorba, de ő hallani se akar arról, azt mondta, hogy ő hátat fordított a világnak, ő a fogadalmát nem bontja föl, ő nem megy el sehova innét a kolostorból.
Hát egyszer-kétszer ilyen sikertelen követjárás volt, és akkor valaki eltalálta, hogy hát az kellene, hogy elmegyünk a pápához, és a pápa majd ráparancsol, föloldja őt a fogadalmaiból, és hát egy szerzetesnek kötelessége a pápának engedelmeskedni. Így is történt. Elküldték a pécsi prépostot. Akkor egy Hadrián nevű pápa volt a trónon, nem sok ideig, mindössze 3 évig, és hát mondták neki, hogy itt van ő, Tomori Pál, kiváló hadvezér volt, kiváló ember, nagyon becsületes ember, egyébként is 3 éve már megüresedett Frangepán Gergely után a kalocsai érseki szék, tehát 1520-ban megüresedett a kalocsai érseki szék, eltelt 3 esztendő és nincs betöltve. Egyébként ez a királynak mindig nagyon jó jött, ha nem volt betöltve egy érseki szék, mert akkor a püspökségnek vagy az érsekségnek a javadalmát a király használta föl a saját céljaira. De hát az lenne a legjobb, hogyha betöltenék. És hát ezt már Brodarics a királynak volt a ilyen házi káplánya, később püspök lett, ott volt a Mohácsi csatában, le is írta a csata kimenetelét. Ő volt az, aki leírja azt az eseményt, hogy hát elmentek most már azzal a felhatalmazással az esztergomi kolostorba, hogy hát ráparancsoljanak Tomori Párra, hogy a pápa úr pedig azt mondja, hogy neked el kell vállalnod a kalocsai érsekséget, és ugyanakkor a délvidéknek a határőrségét. El is mentek, és hát ő tudta, Tomori Pál, hogy hát arra megy ki, hogy valójában katona kell nekik, nem is annyira érsek, hogy be legyen töltve, hanem kellene egy katona. És hát bemennek a kolostorba, azt le is írják, hogy hogy történt a találkozás. Szerrémi György, aki később püspök lett, az is ott a királyi udvarban volt valami papi ember, az lett elküldve. És hát elmegy, ezt mondja, az ő írását olvasom. Én pedig készültem Esztergomba menni. Hogy már felkészülve elindultam Budavárából, akkor a vén Boromissa János, az a Boromissa, akinek ő a, már mint Tomori, az udvarába szolgált, akkor már öreg ember volt, amint haladtam, ott ült a várkapu közt. Megkérdezte, hová megyek. Így mondtam, Esztergomba. És mondja, kérlek téged, atya, mivel téged jól is ismer, és jóban is van veled, add át neki ezt az írást, melyet kezemben látsz. Szívesen, csak bízza rám, uraságod. És átvettem a budaiak kérését, és megjelentem nála. Még ez is le van írva. Amikor beléptem Esztergomban a kolostorba, ahol ő lakott, kérdezték a testvére, kihez jöttem. Mondtam, Tomori Pálhoz. És Oswald, Bernát fia, a szegedi János testvér, György uram, siess a kertbe, ott találod őt imádkozva, csak elvinné az Isten közülünk, mert nekünk nem tetszik. Hát éppen ezért nem tetszik, mert sokkal buzgóbb volt, mint ők. És mondtam, azt hiszem, Pál már kifelé tart a kolostorból, mert ő már ismeri rosszasságukat, és nagyon önmegtartóztató volt gyermeksége óta. És amit én beléptem a barátok kertjébe, akkor kapált a hüvelyesek vetésében. Hogy meglátott engem, nyomban eldobta a kapát a kezéből, és hozzám jött. Én tisztelettel átadtam neki a budaiak kérését, és a vén Boromissa János írását. Hálás lélekkel átvette. És nekem szemrehányást tett, hogy világi ruhában járok. Tehát nem a papi ruhában járt, és akkor azt mondja, és tanácsolta nekem, hát hogy kappába öltözzem, vegyek föl papi ruhát. Hogy ezt hallottam, mondtam neki, bizony uraságod is rövid időn belül kolostoron kívül lesz, mert
mi a királyi felség káplányai már mind tudjuk, hogy atya Ságor lesz a bácsi érsek, ugye Kalocsa bácsi érsek. Már régen pápai felmentésért küldtek a magyarok is, ő királyi felsége a tanácsosok egy akaratával. Ellenben Pál atya mondta, György atya, ugye olvastad, hogy egyszer a pápa atyánk felmentést adott egy vitéznek, s ez halála után megjelent egyik jó barátjának álmában, s tüzes lángokban égett, s megkérdezte a barátja, miért égsz ilyen borzasztóan a tüzes lángokban, hiszen a pápa felmentett téged. De az Isten nem egyezett vele, így hát elkárhoztam. És amint különféle beszélgetések közben ez alatt róla is szó esett, elküldött engem ismét Budára. És ott előadtam, hogy Pál testvér egészen séges üdvözletét küldi. Nem sok nap múlva közben megjött a követ Rómából, a Szentségestől. Markó diák kezében volt a felmentő bulla búcsúkkal, és egy külön parancs, hogy Lajos király meglátta, azonnal elküldte Tomorihoz Esztergomba, Bornemussza Jánost, mert Tomori azelőtt hűségesen szolgált neki az erdélyi fogaras várában, még vitézi világi ruhában volt, és elhozta Budapestre, itt kötőjellel van mondva Budapestre, Szent Péter apostol kolostorába. A király átadta neki az oldó és kötő levelet, vagyis a büntetésnek, így a lenyakozásnak, felakasztásnak és megégetésnek a hatalmát, aki csak méltán megérdemli a halált az Isten igazsága szerint. És Cseri Basának nevezték el őt a magyarok, és egészen haláláig. Tehát pallós jogot kapott, mint ilyen várnagy abba az időbe. Egyszer élt is vele, akkor, amikor a nagy ütközet után, az volt a középkor legnagyobb nyeresége, ütközete még a Mohácsi csata előtt, Szalárd Keményd és Olaszinál 1523-ban a törököket 10-12 ezret levágtak, és nagy zsákmányhoz jutottak. És hát ugye a magyarok, mint általában ilyen hadi népek, úgy voltak, hogy itten zsákmányolni lehet. Elhozták ide a Kalocsa piacára a zsákmányokat, és hát itt összevesztek rajta a katonák. Volt egy bizonyos Bárdi István, akit még előtte követségbe is küldött, és egy Bornyák Tamás, azok úgy összevesztek itt a piacon, hogy a Bárdi István agyonverte a Bornyák Tamást. És hát élt a pallós jogával, hogy Péter Váradon kimondta fölötte az ítéletet és lenyakasztatta, mert szerette az igazságot. De akkoriban ez olyan volt, mintha valakit lecsuknának a börtönbe. Tehát egy ilyen, tehát egyáltalán nem kell megbotránkozni. Na hát, ugye onnit aztán kényszeredetten kijött, mert a pápa 1523. február 4-i konzisztóriumon kinevezte őt Kalocsa bácsi érseknek. És hát ő azt mondta, hogy engedelmeskedik a pápának, de ő lélekben megmaradt ferencesnek, és mondta azt, hogy nem fogja levetni a ferences ruhát, mindig ferences habitusban volt még a Mohácsi csatatéren is, és két barátot vitt magával, akik kísérték őt. Úgyhogy nagyon helyes, hogy itt a szobor úgy ábrázolja őt, hogy a páncélon még rajta van a ferences habitus is. Hát az országgyűlés összejött, mint abban az időben sokszor, és mindig tanakodtak, hogy mit kéne csinálni. Volt egy Negró Tamás nevű skandornai püspök, pápai követ, aki nagyon drámai beszédet mondott, hogy uraim, itt vége van, ha maguk itt nem térnek észhez, akkor nagy baj van. Hát akkor még némelyik még fogadalmat is tett, hogy ezt csinálunk, azt csinálunk, de végül is senki nem csinált semmit. Azt mondták, hogy a délvidék védelme az a Tomorinak a dolga, azt védje ő, mert az a Kalocsa bácsi és érsekséghez tartozik, védje ő a várakat. És szerencsétlen egyedül maradt. Ő gyűjtögette össze a katonákat, az érsekség pénzéből próbálta fölszerelni őket, más ilyen nagyurakat is megszólított, hogy hát
segítsenek neki, mert egyedül nem fog bírni ezzel a beáramló törökkel, mert a törökök egyre jöttek, és a délvidéki szerbek is jöttek, hozták a jelentéseket. És azokat mind megtudtak, küldte őket Budára, de hát gyakorlatilag eredménytelen volt. Kétszer fölment Budára, hogy lemond, hogy ő nem bírja tovább, ő nem vállalja, hogy visszamegy a rendbe, de ezt ő nem. Mindig rábeszélték, hogy nem, neked menni kell, ezt kell tenned, mert a pápa megmondta, tehát csinálnod kell. Kicsit azért nevetek, mert én is lemondtam, ugye, kinevezésem után másnap betelefonáltam, hogy hát én visszavonnám, de akkor az akkori nuncius mondta az acserbi, hogy nem is az acserbi volt a... Igen, hogy már elküldtük a Szentatyának, elküldtük, már most nincs visszaút, tehát valamiként átélem azt, hogy ő mire gondolt akkor. Na, ő is le akart mondani, de nem engedték. Sőt, kinevezték őt a keresztes hadaknak a fővezérévé. És hát így harcolt ő közben, följegyezték azt is róla, hogy nem feledkezett meg a püspöki teendőiről sem, igazságot szolgáltatott. Akkor például olyan volt, hogy a katonáknak elrabolták a feleségét, ugye a török összeszedte a gyereket Janicsárnak, a nőket összeszedte a hárembe, és hát azok ott maradtak feleség nélkül, és ők esküdtettek. És kijárt a Rómában, hogy ezek az emberek úgy, mintha meghalt volna a feleségük, vegyük úgy, fölmentést kapjanak, hogy megházasodjanak. És hát meg is kapták a fölmentést. Akkor arra az esetre, hogyha meghalnak a harcokban, akkor teljes búcsút kapjanak. Sőt, még hát olyat is följegyeztek, hogy a török az mindig rafinált volt, a magyarokkal szemben volt egy olyan bég itten Belgrádban, ugye Nándorfehérváron a bali bég, törbe akarta csalni, azt mondta neki, hogy jöjjön el, és ő át fog térni keresztény hitre, küldött még egy arab telivér lovat, és mindenféle ajándékokat, jöjjön el, győzze meg őt a keresztény igazságáról, és ő át fog térni. És hát volt ezt a Tomorinak, elküldte neki a 4 evangéliumot, meg a 10 parancsolatot, hogy először tanulja meg, és akkor majd utána beszélgetünk a megtérésről. Tehát ilyen dolgok is történtek a érseksége alatt. Pétervárad és Kalocsa között ingázott az alatt a 3 évbe, amíg ő érsek volt, és hát így végezte a feladatait. Végezte a lelkipásztori munkáját is, és hát nagyon-nagyon jó véleménnyel voltak róla. Bíborossá akarták kinevezni, közben pápaváltás volt, 7. Kelemen lett a pápa. És hát azt mondta, hogy hát kinevezem őt bíborosnak. És a Burgio mondta, ez a nuncius, hogy ne tegye, mert akkor kevéssé lehet a hadak élére állítani, meg ott van az esztergomi érsek, a Szalkai László, aki közel sem olyan nagylelkű ember, mint Tomori, az meg fog haragudni, hogyha nem ő lesz a bíboros, hanem Tomori Pál. Így azt letettek róla, úgyhogy nem nevezték ki bíborossá. De a kinevezés után, a következő évben, február 20-án keltezett levélben írt egy levelet 7. Kelemen Tomori Pálnak. Ezt érdemes felolvasni, hogy ki volt ő. Közben írta Bornemisza Jánosnak is, aki annak idején gazdája volt. Megköszönte a pápa Bornemisza Jánosnak, hogy hát ilyen kiváló tanítványa volt neki, aki most ott áll a keresztes hadaknak az élén, mert akkoriban valóban egyértelmű volt a háború, nem úgy mond, mint más háborúk, hogy nem lehet tudni, hogy hol az igazság. Akkor egyértelmű volt a háború, mert bizony a török birodalom meg akarta hódítani nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, tehát mind a keresztény hit és mind az országok ellen is támadt. Hát mit írt Kelemen pápa Tomoriról, vagy Tomorinak? Azt írta neki, hogy egy
pillanat. Azt mondja, hogy Krisztusban igen kedves fiunknak és seregének vezért kerestek a török ellen, elsősorban te jöttél tekintetben, akiben a katonák is legjobban bíznak. Vitézségétől pedig az ellenség is retteg. Ez történt, hogy mikor dicsőséges katonai múltad után Szent Ferenc kolostorába zárkoztál, és a felséges Istennek szolgáltál, királyod sürgetésére megint visszahívtak a katona életbe, úgyhogy elődünk boldog emlékezetű 6. Adorján a kolocsai egyház püspökévé, a király pedig seregének vezérévé tett meg, hogy ott népednek lelkét üdvösen kormányozd, itt pedig testüket védelmezd a gonosz ellenség ellen. Áldott tehát az Úristen az ő szentjeiben és választottjaiban, a könyörület és vigasztalás atya, aki ha meg is engedi a csapásokat, de a csapások közepette enyhülést is ad. Hiszen mikor katonából szerzetesnek, szerzetesből püspöknek, püspökből az ország hadvezérének tett meg az Isten, nyilvánvalóan megmutatta jóságát, mint egy saját öléből és neveléséből bocsátva ki vezért hívei számára és ellenségei ellen. Emiatt mi egyrészt azon ország iránti szeretetünkből, másrészt, mert éppen a mi időnkben adta ezt az igen nagy örömet, újjongunk az Úrban, és hálát adunk neki ezen ajándékért. Buzdítjuk tehát testvérségedet, nem azért, mert rászorulsz, hanem inkább szívbéli örömünkben, hogy amint eddig tetted, igyekezz továbbra is a ma nemes király és a szent hit üdvére és javára buzgolkodni, mert ennél sem többet, sem nagyobbat nem kívánhatunk, hiszen egész életedet, melyet Isten örökös szolgálatára ajánlottál, főként most kell jámborsággal is, vitézséggel is folytatnod, amikor maga az Isten ékesített föl hadvezéri és lelkipásztori kettős méltósággal. Mi tehát, a ma bizonyos dolgokat, amiket nemrég kértél tőlünk, a legnagyobb szívességgel helybe hagyjuk. Engedményeket kért a Kalocsa Egyház megyének, hogy ne kelljen taxát fizetni Rómába például. De milyen meg fog maradni szívünkben és emlékezetünkben erényed, melyet kötelességünk szerint különleges szeretettel kísérünk. Bármi alkalom adódik, és Isten is megengedi, hogy téged kitüntessünk. Ezt bővebben el fogja mondani ugyanaz a követünk, akiben megbízhatsz. Áldjon meg az Isten, tisztelendő és vitéz testvér. Áldjon melletted, s legyen vezéred, nevének dicséretére és dicsőségére, a szent hit védelmébe. Kelt Rómában 1524. február 20-án pápaságunk első évében. Úgy gondolom, hogy a középkori Magyarországnak főpapjai közül ő volt az, aki emberi, keresztény és papi nagyságában áll előttünk. Nem véletlen írta Mohácsi csatáról Szegfű Gyula annak idején, hogy nem tudnánk arcpirulás nélkül gondolni arra a korra, ha nem lett volna az a Tomori Pál, aki hitében, erkölcsi nagyságában, önzetlenségében a keresztény hitért, a magyar hazáért életét áldozta. Ő volt az, aki legnagyobb hősi példáját mutatta az Isten és a hitben való hűségben az embertársi szeretetre. Hát meg kellett róla emlékeznünk, legyen áldott az emléke.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!